A két csapat összeállításában jelentős változás nem történt. Csapó felépült sérüléséből, Schmidt továbbra sem áll rendelkezésére Szentmihályi Antalnak. A szombatai haladásnál Domján és Illés nincs a kezdő csapatba, de mint ahogy Gunyhó Ferenc vezetőedzőtől megtudtuk, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a csapat egyértelműen csak a védekezéssel törődik. Csapó ívelheti középre a szögletet. Jól száll be a labda. És Szalma fejjel. Az eltelt 17 percen azt mondhatjuk, hogy egymás hibáiból élnek a játékosok. Különösebb elképzelést nem lehet felfedezni egyik csapat játékában sem. Most egy egészen jó indítás a bal oldalra Schäferhez, aki egyből középre játszik, Schröter érkezik, 16 méter, tiszta előtte helyezett lövés, és Mázi kivédi. Domon is Plotár, Plotár kitömmel, 16-oson belül áll, középre gurít, elvétik, Heged is lőhet, óriási lehetőség, és mellé. Schröter jön be fel a labdával. Ügyes háromszögletes lőtte nagy helyzetbe, óriási lövés, és Mázi nagyon nagy bravúrral, és aztán gól Szalma hatalmas nagy hibája után. A labda a kapuba tartott, Szalma könnyedén kifejelhette volna, de olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy a felső kapufára fejelte onnan, a gólvonalon túlra pattant. 1-0 vezet a vendégcsapat, a szombatai haladás. Mindez a 35. percben. Ismét P. Nagynál a labda. Átemel a Pipliknek a túlsó oldalra, nagy helyzet, kipiklő gól! Nagyon szép akció volt. P. Nagy remekül látta meg, hogy a jobb oldalon Kipik szabadon maradt, remekül elétállalt, és Kipik 6 méterről az elévetődő Kutasi felett a kapu jobb sarkába lőtt. Ez pedig történt a második félidő 9. percében. Tehát Tatabánya szombatai haladás 1-1. Jó száll be a tulajdon. Kiprik kapásból nagyon szépen lőtte kapura a labdát. Szalma P. Nagy felé. P. Nagy tovább csúsztati Plotárnak. Plotár a 16-oson belül mellette Csapu. Most kapja Csapu. Csapu lő. Gól! Gyönyörű szép akció volt. Önzetlenül. Nagyon szépen játszották meg a tatabányai csatárok. Plotár nagyszerűen vette észre Csapót, aki jobb belsővel az állvamat Mázi mellett a bal sarokba lőtte a labdát. 2-1 a Tatabánya javára a második félidő 22. percében. Érett ez a gól, nagyon érett. Vácinál van a labda. Váci középreivel a túlsó oldalra, Plotár fölött elszáll, de ott van még Domonics. Vissza Szalmának, Szalma laposan középre, Plotár lefordul, kicselezi, meghúzza a lábát, 11-es. Jelt ad Varga játékvezető, Kiprik. És megfogja Kutasi. Meg Schröter a 16-oson belül. Megpróbálja beadni a labdát, nem sikerül, visszapattan hozzá a labdát. Most jó a beadás. Marton fejjel mellett elcsúszik, végül Váci életveszélyesen akar hazaadni. A labda elcsúszik a bal kapufa mellett, körülbelül egy olyan 1 méterrel. És most már felszabadul a tatabányai kapu. P. Nagy jöhet a labdával. Nagyon jó középre Vincének. Vince elviszi, Vince egyedül mehet a kapura. Teljesen egyedül lelassít, érthetetlenül lelassít, majd pedig nagyon ügyetlenül a kifutó Kutasi kezébe lő. Érthetetlen ekkora hibát, hogy lehet elkövetni. A második biztos gólszerzési lehetőség maradt ki a második félidő 34. percében. Ügyes háromszögelés, nagy kapja vissza a labdát, egyedül vissza a kapura, elgurítja, kapufa, és öngól! Micsoda hiba! Micsoda hiba! 2 perccel a mérkőzés befejezése előtt egyenlít a szombathelyi haladás. Tatabánya szombathelyi haladás 2-2. És most következhetnek a 11-es rugások. A vendég szombathelyi együttes kezdi a 11-es rugásokat. Tóth néz farkas szemet Mázival. Balla lő, gól. Most fut a labdának. Kivár, és biztosan lő a jobb sarokban. Hegyi tehát. Nagyon becsapta Mázit. Most fut a labdának Csapó. És majdnem megfogja Kutasi.
A kapufa segítségével kerül a labda a hálóba. Biztosan lövi a jobb sarokba a labdát. Most fut a labdának. És belövi. Ő is biztosan lő a hálóba. Most fut a labdának. És belövi. Mázi fogja elvégezni a büntetőt. A két kapuvédő egymással szembe. Mázi nekifut. És kivédi Kutasi. És ezzel a szombathelyi eladás együttese 11-esekkel megnyerte a mérkőzést. Aki figyelmesen olvasta ennek a tudósításnak a riporterét, az rájöhet, hogy kiről van szó, egy újabb pálya belépősről, ám olyan szeméről, aki valaha maga is játszott még hozzá, válogatott szinten.